Hortobágyi Daru vonulás Újpesten. Perényi János természetfotós évtizedes munkáját mutatja be a Károlyi Galéria új tárlata. Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium programsorozatának keretében nyílt meg Perényi János fotókiállítása az iskola aulájában működő Károlyi Galériában. A Darvak, oly távol és mégis közel címet viselő tárlat az alkotó 11 éves munkáját mutatja be, amelyet a madarak viselkedésének megismerésével és megörökítésével töltött. Fantasztikus madarak. Nem csak azért, mert nagyok, meg szépek, meg elegánsak, és ma a szürke az egy divatos szín, hanem az egész természetük, a családi életük, a kötődésük, hát azt nem tudom, hogy tudják-e a nézők, hogy a darvak párban élnek, családban, és ez életre szól. Tehát egész végig a gyerekeik mennek velük utána, hát fiókák persze, úgyhogy egész fantasztikus madarak, ahogy kommunikálnak egymással, és ez a hosszú távú vonulás, elmennek Afrika északi partjaig, aztán utána fölmennek fészkelni a tundrákra, Észak-Európába, szóval egészen szédületesek. A kiállítás megnyitója családias környezetben zajlott. Az eseményen többek között részt vett Bertalan Tivadar, Kossuth Díjas képzőművész és látványtervező is. A tárlatot Cseke Jácint, az iskola 7. osztályos tanulójának zongorajátéka és Kerekes György természetfotós beszéde nyitotta meg. A kiállítás április 24-éig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében.